Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Made in Media. Média megjelenés. Rádióban és televízióban. Országszerte. A műsor együttműködő partnere a Kabiri Szőnyegház. Minőségi szőnyegek kedvező áron. Együttműködő partnerünk a szünetmenteskazánhoz.hu. Megoldások fatüzelésű kazánok védelmére áramszünet esetén. Sztárportré a YouTube-on is. Mindannyian különbözőek vagyunk. De van valami, amiben egyetértünk. Vannak közöttünk barátok, és vannak ismerősök. Időnként a különbözőség. Máskor a hasonlóság, ami összehoz minket. Néha az ismeret. Máskor a tapasztalat, amit megosztunk egymással. Számítunk egymásnak. És számíthatunk egymásra. Beszélgetések, ismert emberek és mély témák hétről hétre. A Sztárportré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Mi az az étel, ami igazán te vagy? A nyers vörös tonhal meg a lazac. Tényleg? Igen. Komolyan mondod? Azt a mindenség. Azon tudnék élni, sushin tudnék életem végéig ellenni. Valahogy nem nagyon kultiválom én a főtételt. Tehát én nyers kosztot részesítem előnyben. Ritkán engedem meg, illetve hétvégén engedem meg magamnak, hogy jól lakjak. Tényleg? Igen. Csak hétvégén? Csak hétvégén lakom jól. De természetesen étkezem, mert anélkül nem lehet létezni. De olyan nagyon tudatosan, egészségesen. És hétvégén pedig akkor bűnözök. De akkor amit megkívánok. Tehát nincs olyan, hogy most az... Nem, tehát nagyon-nagyon figyelek a belső, hogy mit diktál, hogy mit kívánok. És azt én megengedem akkor. És hétköznap pedig tulajdonképpen kevesebbet eszel, mint amennyit kellene? Vagy amennyit jól esne, mondjuk? Nem, nekem az a szerencsém, mikor elkezdenek sajnálni, hogy úristen, hogy végülis az egész életem a koplalás, ugye a szakma miatt. Az, oda kell figyelni. Igen, az. Tehát, milyen keményen hangzik akkor tényleg, ha a kamerában is elmondanád, hogy hölgyeim és uraim, az egész életem egy koplala. Igen, ennyi. Valaki sportol, valaki koplal. Én nagyon sokat sportoltam régen, de foglalkozása, koplaló. Koplaló, nagyon jó. Tehát kell adni, nem lehet kiéheztetni a szervezetet, de az gyümölcs, zöldség, belőlem él a mozzarella gyár szerintem évek óta, rukkola, paradicsom, tehát így ezeket. És van olyan étel, ami nem ízlik neked, de megeszed? Miért kéne? Ki kötelezzen rá, hogy megeszem? Hát nem, nincs. Csak azt teszed meg, ami ízlik? Igen. Kísérletezel? Magamon? Hát az ételeken, magadon. Vagy a környezetemben. Nem, azt is lehet tényleg, hogy megfőzöl valamit, tessék, kóstoljál, nem is nézed, hogy úgy szoktál, lehet, hogy a fiaidon kísérletezik. Nem, azért vannak kedvencek, én igyekszem akkor azt készíteni. Nem kísérletezem velük. Néha úgy mondok valamit, és akkor néznek rám, mondom, oké, csak úgy kérdeztem. Eldobjuk azt, hagyjuk. És magadon kísérletezem? Hát magamon pláne nem. Ja, nem? Nem. Nem. Egyáltalán nem. Nem. Annyira kilakult így ez több éve így a étkezési szokás, meg hogy tényleg tudatos, és hogy figyelek hétköznap. Van olyan étel, amit soha nem ennél meg? Szerintem az a frottil törölköző, a pacal. Ja, igen. Pacal. A disznóságokkal sem vagyok úgy jóban. Na most ételről beszélsz. Igen, arról. Ugye malacfülét nem rákcsálnék úgy jól átsütve sem. Májas hurkát pár éve úgy bele-bele kóstoltam. Csirkecombot szoktam enni, de persze bőr nélkül. Tehát... vannak már ennyi időre, már idősen már kialakult ez a szokás szerintem. A bőrt jó lenne megenni, csak nem lehet? Nem. Amikor úgy nagyon megvan sülve mondjuk egy grill csirkének, fú, és olyan ropogós, és nem teszem meg. Nem szabad?
Nincs nálam, hogy szabad vagy nem, én döntöm el, hát, de valahogy... És ki az az én? A gyermekkorban eldöntött én, hogy nem tudom, hogy én nem az szabad. Ego. Hát igen, igen. Igen, egyedüli gyerek vagyok. Persze a felnőtt korban hiányzott nagyon a tesó. Na, visszakanyarodunk a csirkebőrhöz. Tehát lehet, hogyha úgy lenne a grill csirke hétvégén így a kész közelembe, akkor megenném. Ezt most ki fogok próbálni. Na, látod. De hétköznap szoktak ott így rohangálni, és akkor eszembe nem jut. Gyerekkorban szorult be valami élmény, hogy mondjuk nem tudom, egyszer csak paradicsomos káposzta, vagy valami, és akkor azóta úgy inkább elkerülöd azt az ételt? Vagy pont, hogy megszerettél valamit nagyon gyermekkorban? Hát gyermekkoromban ettem még, képzelt, ami nagyon meglepődik a környezetem, körömpörkölt. Uh-huh. A kis ragacsos krumplival. Uh-huh. Azt megettem. Azt se tudnám most így megenni. De nem azért, mert rossz élmény volt, vagy hanem, mert hogy nem engedem meg magamnak. Uh-huh. Illetve nem kívánom. Hogy átfogalmaztad, nem engedem meg magamnak, mert nem is kívánom tulajdonképpen, nem akarom azon megengedni magam. Hogy tényleg azon élek, azt fogyasztom, és azt oda kanyarodok vissza, hogy mikor sajnálnak, hogy koplalok, vagy hogy nem eszem, vagy nem lakom jól, hogy én szeretem, amiken élek. Tehát én imádom a nyers dolgokat, a magokat, de azt is hát nem sózott, meg pörkölt formában, hanem teljesen nyersen azokat is imádom. Mint a mókus, van tökmakorszakom, meg mogyoró. És akkor azt pucolom, tényleg. Vagy mint egy kis madárka. Nem? Igen, azt szokták madárka, mondani, hogy annyit igen. Eszik, mint egy kis madárka, és tényleg hát a magokat. Nem, ezeket szeretem. Az vagy, amit megeszel egyébként így összességében, de tényleg, hogy édes... Azóta mosolygok, mióta leírtad. Vagy keserű... Nem, ez szerintem egy nagyon durva, nyers kifejezés. Lehet, hogy azért, mert hogy én így étkezem. Nyersen étkezel, tényleg. Igen, és sokszor is vagyok nyers, de ezt is vállalom. De mégis, hogy az vagyok, amit... Hát lehet, hogy tessék. Ma ezért érdemes volt eljönni, rájöttem, hogy miért vagyok nyers sokszor. Hát tényleg. Mi az az étel, ami igazán te vagy? Hát ez nagyon-nagyon jó kérdés, mert mindig váltogatom a korszakokat, amikor éppen nagyon jól leszem. Ha jó lesz evésen, azt értem, amikor... Megfelelően? Megfelelően eszel, uh-huh. Egészségesen eszel. Tehát ha most a jelen állapotomban és a jelen pillanatban azt mondod, hogy mi az én, mi vagyok azt, én, ha igen. Én most... Hát akkor azt tudom neked mondani, hogy most olyan pillanatban megennék egy marha pörköltet nokedlivel és uborka salátával. Ez tetszik. De hát jó. Egyébként de nem muszáj abból egy ekkora adagot megenni, hanem egy pici is jó, nem? Hát tudod, az ember az milyen, hát a pici nem elégszik meg a de picivel. Dehogyne. Hát nem tudom, ha én azt mondom, lúd, akkor legyen kövér. Hát... Tudod, hát ezt régen mondtad, de most már lehet, hogy azt mondod, hogy szeretnél te 100 évig is élni. Nagyon dolgozom most azon, most jelen pillanatban, hogy visszakerüljek a régi kerékvágásban, mm-hmm. Mert olyan is volt. Ja. És hogyha nagyon őszinte akarok lenni veled, akkor sokkal jobban éreztem magam akkor, mindenféle szinten és szempontból, amikor jól ettem. Úgyhogy jelen pillanatban most ott tartok, hogy majd most próbálok ezek után már megint jó lenni. Aztán tudom, hogy nem fog sokáig tartani. Jól enni, vagy jó lenni? Mind a kettő. Jól enni és jól lenni is. Mindig az íze miatt eszed meg az ételt? Vagy van olyan étel, amit nem az íze miatt, hanem valami más miatt eszel? Nem, én nagyon szeretek enni, és én mindig az ízekre koncentrálok. És ha valami nem ízlik, akkor... Nagyon érdekes ez is, mert most ha azt kérdezed meg tőlem, hogy mondjál már nekem olyan ételt, ami neked nem ízlik. Mondjál már, légy szíves nekem olyan ételt, ami neked nem ízlik. Szóval nem fogok tudni ilyet mondani. Nem. Ja, de na? Egyszer életemben kóstoltam, és nem is értem, hogy miért kóstoltam meg így utólag, a velős csontot. De nem olyan. A csontot, hanem a velőt. A velőt, bocsánat. Tehát volt a csont, amiben volt a velő. Bocsánat. Igen. Amikor az a velő a számba került, hagyjuk. Tehát, hogy na igen, akkor ez lenne a velő, lenne, amit soha. És hogyha valami nem ízlik neked,
Akkor azt nem eszed meg. Nem. Például a szem előtt biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem kóstolnám. Elkezded enni mondjuk az ételt, valahol vagy, nem ízlik, akkor nem eszed. Igen, de ez ritkán szokott lenni, komolyan mondom. És a fiadnak mit mondasz egy étel kapcsán, hogyha mondjuk esztek, valami elétek került étel, te és ő is ugyanazt elkezditek enni, fú, apa, én ezt nem eszem meg, mondja ő mondjuk. Akkor te mit mondasz? Nem erőltetem, hogy egye meg. Bár mindig ez a kaja dolog, most abban a korszakban vagyunk éppen a gyerekkel, hogy nem nagyon akar enni, vagy csak az ő szája íze szerint akar enni, ez általában pedig a chips, meg a gumicukor, meg a társai. Megkapja, ha kéri, apa. Megkapja. Kérek. Megkapja, de próbálok odafigyelni, hogy egy határt azt mindig szabjunk ennek a dolognak, hogy mit mondok. Visszatérve a kérdésedre, nem erőltetek a gyerekemnek semmit. Sem az ételt, sem a gondolkodást, sem semmi olyat. Hagyom, hogy legyen neki tere. Még akkor is, ha csak 8 éves. Én azt gondolom, hogy minden embernek, gyereknek, felnőttnek, idősnek, öregnek meg kell hagyni a teret ahhoz, hogy tudjon saját döntéseket hozni. Hát a teret, igen. Mondjuk mind a ketten szülők vagyunk. Én is gondolom, hogy jó egy kis tér, de közben pedig a határokat is. Úgy van. Úgy van, ezzel is egyetértek, a határokat, illetve az irányt lehet esetleg terelni és mutatni. Mi például azt szoktuk, hogyha evés van, akkor ami ott van az asztalon, az, amit most megeszünk. Lehet éppen nem megenni, de olyat nem lehet, hogy mondjuk inkább mást szeretnék, vagy megyek a hűtőhöz, nem tudom, kiben. Ja, persze, ez nálunk is így van, nincs olyan, ezt abszolút így gondoljuk mi is, én is így gondolom, hogy nem arról van szó, hogy fel kell szolgálni még 4 másik fogást, hogy majd a gyerek hátha megeszi. Uh-huh. Nem, de nem kötelező megenni sem. Úgy is éhez lesz egy óra múlva. Tehát, hogy meg fog enni. Meg fog enni. Meg fog enni. Gyerekkoromban a kedvenc ételem a krumplis tészta volt, amit bármikor, bármennyi adagban, bárhol el tudtam fogyasztani. Kuborkával mondjuk? Nem. Magára. Akkor még nem. Most már azzal enném, vagy azzal leszem, akkor még nem. És annyira mohó gyerek voltam, meg annyira imádtam a krumplis tésztát, hogy egy nyári estén elkészült a krumplis tészta, teleettem magam, ahogy illik, és kint maradt, nem tett el az anyám a hűtőbe. A fazekat? A fazekat. Hát most 37 fokban tudod jól azért, az, hát ott lesznek gondok. Elszabadulnak a baktériumok egy ilyen krumpli tészta dolog fölött, és ott maradt. És korán reggel felkeltem, figyelj, már olyan 7:30 felé, mert már akkor az járt az eszembe, hogy aj, de jó lesz krumplis tésztát tenni. Korán reggel. Na, úgy, ahogy volt, felébredtem, kirontottam a szobából, és a fazekat magam elé vettem, és elkezdtem enni ész nélkül a krumplis tésztát. Azt se érdekelt, hogy milyen íze van, de tudtam, hogy krumplis tészta. A krumplis tészta volt a lényeg. Na most gondolhatod, hogy mi történt utána. Annyira beteg lettem, hiszen romlott volt már a krumplis tészta, hogy ezt nem tudom elengedni azóta sem. Nem mondom, hogy nem eszem krumplis tésztát azóta, dehogy nem. De most már mindig benne van ez a kis, hogy azonnal tegyétek el, hogyha már nem kell, vagy este, hogy ne legyen kint soha, mert megromlik. Én igazi nagy húzabáló voltam gyerekkoromban. Magyarul? Azt mondta nagymamám, hogy úgy szaladgáltam gyerekkoromban, hogy az egyik kezemben volt egy óriási füstölt kolbász, a másikban meg egy másik. Meg nem tudom, lesütött 12 rántott húst, azt hitte, hogy jut belőle 2-3 szelet, de mindig az volt, hogy megebédeltem, akkor megettem 6-8-at, és onnantól kezdve kimentem a játszótér, és én néha így megjelentem, mint egy szellem, beszaladtam, és irántott hússal kimentem. Szóval én igazi nagy húsjevő vagyok, és különben látom, hogy a középső gyerekem ugyanezt csinálja. Szóval nekem nagy döntés volt az életemben az, hogy csak egyszer eszem húst. Egy nap egy hús. Egy nap egy hús. Egy nap egy hús. Azt nagyon, nagyon ki kell találni, hogy az mi. Hát fölkelek reggel, benézek a hűtőbe, és van ott valami szalám, és ha tudom, hogy mondjuk még, nem tudom, este lesz egy disznópörkölt, meg az anyósom főzött ebédre paprikás krumplit virslivel, akkor az ember biztos, hogy eldönti, hogy a három közül melyiket választja. És itt olyan jó vagyok tőle. A döntéstől, hogy csak naponta egyszer. Igen, meg attól, hogy
tehát hogy a szervezetem ezt a húst sokkal könnyebben feldolgozza, és így, hogy csak egyszer eszem, így például soha nincs az, hogy úristen, de jól laktam. A múltkor elmentünk egy születésnapi buliba, és szerintem megettem egy ilyen jó 70 deka húst. Bebuszilt a vacsorára. De pillanatok alatt eltűnt bennem, és nem volt ez a tehetségérzet. Hozzáteszem, hogy sportolok, tehát hogy a szervezetem használja a fehérjét. Ez egy tök jó döntés volt. De én azt hiszem, hogy egyébként hús, én hús vagyok. És közben arra is rájöttem, hogy a vegán kajákat, mert hogy ugye hús nélkül kell enni, hogy a vegán kajákat nagyon szeretem, mert iszonyú színesen tudnak főzni, megenni a vegánok. Van olyan étel egyébként, amit nem az íze miatt eszel, hanem valami más miatt, mert mondjuk, és van? Mert egészséges. Például azért? Igen. Például mit? A cékla. Cékla. Tehát soha nem ettem céklát azért, hogy de jó esik. De hanem mindig tudtam, hogy kell. Nem ettem soha guacamolét, ugye avokádó. Tehát avokádót se ettem soha azért, mert szeretem. De kell. Sőt, a levesben a zellert sem ettem meg soha azért, mert szeretem. Ezeket mind megeszem. De valaki tudom, hogy mondta, hogy anyu. Marci, egyél. Igen? Anyu. És elhitted neki, és azóta eszed. Igen. Annyit nem eszem, de hogy mérgezést kapjak tőle. Bár nyáron most volt olyan, a középső lányomnak az egyik kedvenc zöldség az az avokádó, és minden nap csinált, és nagyon édes csaj, mert fiat pici korától kezdve, ilyen 6-7 évesen kezdett el reggeliket csinálni nekünk is. De annyira rácuppant az avokádóra, hogy minden nap volt valami avokádó. És most nyáron mondta neki az egyik nap, hogy figyelj, Muci, az van, hogy tudom, hogy te szeret az avokádót, és én mindig megettem, de arra kérlek, hogy ne tegyetek idén elém többször. Mert én ezt megeszem, mert tudom, meg kell lenni, meg értékelem, hogy ezt te csinál, de én ezt nem szeretem. És mindig, amikor megeszem, azért eszem meg, mert ezt tiszteletben tartom, meg tudom, hogy kell. Milyen nagy dolog, hogy megmondtad egyébként, mert lehet, hogy valahol az ilyesmi nem derül ki, és élete végéig fogyasztja azt valaki. Hát az nem én vagyok. Hát, ha valami nem ízlik egyébként, de oda került eléd, kínálnak vele, ezt kóstolja meg, Marcikám, nézd, ezt magának csináltuk, ilyen finom, olyan finom, akkor megkóstolod, és akkor... Én ebből a szempontból nagyon udvarias gyerek vagyok. Megeszed? Én szoktam mondani, köszönöm szépen. Azt nem mondom, hogy halálra dicsérem, de megeszem. Megeszed. Meg megköszönöm, meg úgy csinálok, mint hogyha ízlene, értékelem a munkáját. Azért ebből már volt egy nagyon rossz élménye, nagyon rossz, ez legyen mindenkinek élete legrosszabb élménye. Azt mondta egy asszony, hogy menjek el hozzá, és csinál nekem húslevest. Főzök neked húslevest, Marcikám. De és akkor a még egyedülálló férfi voltál? Igen. Mi? És a húslevest az a kaja, amit szerintem nem lehet elrontani. Vagy legalábbis azt gondoltam addig. És így kiszedte nekem a húslevest, de már amit láttam, az kegyetlen. Tehát ilyen olaj, meg borzasztó rossz volt. De aztán tudom, hogy miért. Mert szerintem egy 3-4 óra alatt akart megfőzni egy húslevest úgy, hogy a nagymamám megmondta, hogy 6 óra alatt nincs húsleves. És nincs húsleves úgyse, hogy egyféle húsból csinálod. És némi túlzásom, ezért lehet jól csinálni. 3 óra alatt is egy húsból, de a mi húslevesünk, amit az én nagymamám csináltak, azok 6 órát és 3-4 féle húsból készült. Na ez a néni valami valószínűleg rossz húsból csinálta, valószínűleg nehezen olyan húsból, ami nehezen fő meg, és nem szánt rá többet 3-4 óra, hanem borzasztó rossz volt. Úgyhogy én ott például volt egy kérdés, hogy fölállnék-e és elmennék, hogy ott például éreztem, hogy ha ilyen a húsleves, akkor itt nagyon rossz lenne aludni is. Úgyhogy kimenekültem a szituációba. Elmentél. Elmentem. Igen, elhagytam. Elhagytam, inkább ez a jó kifejezés, hogy elhagytam a területet. A paradicsomos káposztára mondta az Eszményi nagymama, amit én nem szeretem a paradicsomos káposztát. Én se. Azért nem szereted a paradicsomos káposztát, mert nem ettél még jót. És akkor én mondtam a nagyinak, hogy igen, ebben igazad van. Tényleg nem ettem még jót. Azóta? És akkor erre nem tudott mi. És azóta volt egy ilyen 4-5 alkalom, hogy megkívántam a paradicsomos káposztát, és ettem.
és jól esett. Tényleg? Fasírt hús, ez a titok. Az volt rajta? Fasírt hússal kell enni a borsót. És kell hozzá egy kis fekete borsot. És nagyon jó paradicsomos kell hozta. Esküszöm. Lehet, hogy kipróbálom, az egyetlen étel nekem, amitől tartózkodtam mostanáig. Tényleg? Tényleg a paradicsomos káposzta. És mondjuk, hogy állunk a káposzta főzelékkel? Minden más jöhet, csak a paradicsomos káposzta. Finom főzelék, répával, borsóval. Akármi, minden jöhet, csak a paradicsomos káposzta az egyetlen. Megmerem most már. Marhalápszer lántva. Akármi. Lényegében mondjuk a pacalt nem szívesen enném meg, de még azt is megenném, a paradicsomos káposzta. Körömpörkölt. Hát akár még azt, bármit, de a paradicsomos káposzta. De most felbátorítottál, tehát tulajdonképpen mi baja lehet az embernek, nem? Hát legfeljebb. Hát attól függ, hogy mennyire rossz a paradicsom. Vagy jó, annyira rossz, annyira rossz a paradicsomos káposzta, hogy ki is jön az emberből, de én még annyira rosszat nem ettem. Én egyszer igen, azóta nem ettem. Aha. Tehát az gyerekkorban volt. Az vagy, amit megeszel? Ja, abszolút. Az? Szerintem igen, és hogy tovább menjünk, nem csak kajában van így, hanem kulturális értelemben is. Nagyon nagy képű vagyok ebben. Én hogy érted? Remekül főzök. Ja. És nagyon szeretek enni is. De tényleg ezt lehet, hogy csak te mondod. Az ember magáról mondhatja, hogy én remekül főzök. Senki nem eszi, de... És mondta más is, hogy remekül főzök. Kérdezd a szemetest, igen. Hát ugye? Hol mondok körül? Gyerekkorban egyébként, vagy gyerekkorból van valami evéssel kapcsolatos képet? Hogy van. Mondjuk, nem az apám mindig főzött folyton. Örültél neki? Volt, akkor ő főzött. Tehát tőle tanultam egy csomó. Jól? Igen, jól. Igen. Mindig hívta a vendégeket, és nagyon érzékeny, sértődékeny fickó volt szegény, és akkor mindig meg kellett mindenkit, agyon kérdezett, hogy ízik, finom lett. Lesz, volt egy nagyon édes, 18 évesek voltunk, és akkor először beengedtek minket a felnőtt társaságba, és elhívhattam a barátnőmet. És akkor otthon volt egy nagy társaság, felnőttek voltak, az apám főzött, pástétomokat csinált, és akkor Juliska jött, és egy ilyen újságírók gyereke volt, és ilyen választékosan próbált viselkedni, 18 évesen, és akkor az apám odafordult, hogy na Juliska, ízlik a pástétom? És akkor azt akartam mondani, hogy hát ez nem kérdés, ugye, hogy jó-e. Csak még ő nem tanult ezt meg, és hirtelen azt mondta, hogy hát ostoba kérdés. Apám berohadt a konyhába, és bevágta magam itt az ajtót, és az anyám ment utána, hogy hát nyilván békíteni, hogy hát egy kislány, hát értsd meg. Szóval nagyon érzékeny volt ezekre, és én nagyon kellemetlen élményeim is vannak, mert mindig az volt, hogy hát én nem bírok ebből ennyit enni. És akkor nem jó, és akkor megbántódott. És azért néha meg kellett enni azt sok mi, mert ugye ő kimérte, éppen nem akartam annyit enni belőle, jó volt, egyszer megtöltött egy kacsát, kicsontozta, csak a bőrébe visszatöltötte pástétomként, és hetekig volt a hűtőben, és mindig enni kellett belőle, és a végén már nem bírtuk, és akkor egyszer csak hazajött, kinyitott, mert mindig itt van a kacsa. Szóval kértek belőle, hát mi már nem, és akkor kihajította a kutyáknak a kertbe. Mert, szóval én gyerekkoromban azért voltak ilyen helyzetek, hogy meg kell enni, és amikor néha én is így a büszkélkedem, hogy mit főztem, nagy gyerekek ízlett, akkor magamra nézek, hogy Jézus, most ugyanazt csinálom, mint az apám, és akkor próbálok ebből kifarolni, másképp viselkedni benne. Kacsát töltöttél mostanában? Nem. Kutyád van? Van kutyám. De volt egyszer egy ilyen. A feleségemnek mondtam, hogy te megyek haza, és akartam a névnapjára, vagy nem is tudom mi volt akkor. Csinálok egy nagyon jó ilyen, amit együtt szerettünk, ez a dél-kelet-ázsiai sült rizs, ez a nasi goreng, amit Indonéziában csinálnak. Kell hozzá bizonyos fajta rizs, ez ott. És minden van, figyelj, megtennéd, hogy jövök haza, megfőznél egy adag rizst, mert azt hidegen kell hozzásütni. Szóval persze, igen. És hazamentem, és akkor már készítettem a szószt, meg minden, és akkor kinyitottam azt mondja, hol a rizs? Azt mondja, ki van a teraszon? Hozd be, kinyitottam, és mondja, te ez nem basmati rizs. Yeah.
Hát azért az asztalon, ami, van, ami ott van, az a gyereknek a jázmér rizse, amit mindig abból főzünk. Azon megvan a hűt, a másik szem. Hát most nem lesz azzal, mondom, nem lesz azzal jó. És már majdnem ott volt a lendület, hogy a szemétbe az egészet, és akkor eszembe jutott az apám, hogy na, ugyanezt csinálta. És akkor mondtam, hogy hát, ha jó lesz azzal is. És megpróbáltam kimenni belőle. Aha. Ez milyen csodálatos példa, hogy az ember végül felülmúlja azt, amit hozott. Igen. Hát amikor tudja. Csak hétvégén lakom jól. De természetesen étkezel, mert anélkül nem lehet létezni. Végülis az egész életem a koplalás, ugye a szakma miatt. Nem gondolom, hogy azok vagyunk, amit megeszünk. Úgy gondolom, hogy ha egy oroszlán egész életében csak antilopot eszik, ettől nem válik antilopá. Egy nap, egy hús. Egy nap, egy hús. Egy nap, egy hús. A műsor együttműködő partnere a Kabiri Szőnyegház. Minőségi szőnyegek kedvező áron. Együttműködő partnerünk a szünetmenteskazánhoz.hu. Megoldások fatüzelésű kazánok védelmére áramszünet esetén. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Made in Media. Média megjelenés. Rádióban és televízióban. Országszerte. Sztárportré a YouTube-on is.